너를 위한 길이 하나 있다면 그건 지금 바로 너 안에 있어. 그렇게 더 견뎌낼 수 있다면 이곳에 너의 모든 걸 맡겨봐. Holding you, holding you, it's a new river flows on you. 천천히, 더 천천히, 너 맘속엔 강은 흐르고. Holding you, holding you, it's a new river flows on you. 기다림, 그 기다림, 그때는 내가 있을까. 던지고 싶어. 언제나 내가 널 느낄 수 있게. 그렇게 더 견뎌낼 수 있다면 이곳에 너의 모든 걸 맡겨봐. Holding you, holding you, it's in your river flows in you. 천천히, 더 천천히, 내 맘속엔 강은 흐르고. Holding you, holding you, it's a new river flows in you. 기다림, 그 기다림, 끝에는 내가 있을까. Holding you, holding you, it's a new river flows in you. 천천히, 천천히, 너 맘속엔 강은 흐르고. Holding you, holding you, it's a new river flows in you. 기다림, 기다림, 끝에는 내가 있을까.
kedves családtagok, hozzátartozók, barátok. Mindannyian tudjuk, hogy a nap milyen pontosan jár, hogy a kés milyen éles, de azt nagyon kevesen tudják, hogy a mi vőlegényünk elméje milyen furcsa dolgokra képes. Minap elkezdett gondolkodni, hogy lassan meg kellene nősülni. Látom már szép elő? Mégsem kellene felsülni. Eképpen gondolkodott, mikor összefutottunk ő meg én. Mondtam neki, hogy magadnak való kislányt válasz, ha lehet örökre, rögtön bele is nézett a tükörbe. Miután kielemezte magát, meg is találta életepárját. Kedves barátom, én azt kívánom neked, akit ma oltárhoz vezetsz, az legyen hites feleséged egy életre. De mivel tudjuk, sőt, látjuk, hogy csendes gyermek vagy, mert nem halljuk szabadat, ezért engem bíztál meg azzal, hogy legyek ma a szószólód, én beszéljek helyetted. Ezért arra kérlek, hogy a ezen járó megbízatás kitűzött tűzre. Majdnem. Nagyon jó, köszönöm szépen. Hát kedves vendégek, lassan megérkezünk a mennyasszonyos házhoz. Kedves zenészbarátaimat szeretném arra kérni, hogy a diszkutamám az ajtóval érkezzünk meg a mennyasszonyos házhoz. Jó? Akkor húzz rá! Serény leány, a házas emberek meg amit szakították, szagulják szépen. Nem tudom, hogy jó helyen járunk, egy szép kis mennyasszony keresünk a mi vőlegényünknek. Jó helyen járunk. Nagyon jó. Hát kedves vendégek, ma hajnalban alig, hogy villadt fel a reggel, összegyűltünk szép számos reggel. Jöttünk házigazdánk tisztes hajlékába, szép mennyasszonyunk nagy tiszteletére. Mint áll előttem egy szép szám legény, hogy az új családjának bemutatkozzék. De nem mint idegen jött ismerőső rég, jól tudja eszkendék. Ezért hát arra kéri önöket, hogy fogadják be őt, mint kedves fiúkat, egy puszival, kézfogással. Köszöntsék a vőlegényt és kedves családját, ha bemehetünk. De. Akkor gyerünk. Egy puszi, kézfogás, csak a fotó videót. Nem egy hát kedves vendégek, annak idején, mikor a vőlegény megérkezett a mennyasszonyos házhoz, csak úgy nem engedték ám be. Próbára tették. Ha jó volt a válasz, akkor mehet, ha rossz a válasz, akkor mehetsz. De amikor épül. Feltennék neked két kérdést. Ha jó a válasz, akkor ugye egyértelmű lesz, mehetünk a mennyasszonyért. Az első kérdésem, mivel él az ember lógója? Ilyen meleg gyereket kérem. Szedjük szét a mondatot. Az ember kenyérrel. A ló, az abba, a béka, vagy a gólya pedig békával. Ember lógója. Érted? Nem, jó van, nem érdekes. Meleg van. Hogy lehet egy tyúkot megtanítani egy hét alatt káromkod? Ezt hallottam már. Valahogy nem. Nem, nősülj meg barátom, majd megtudod. Na hát akkor jó volt a válasz, igaz? Elfogadtuk. Akkor egy kis türelmet szeretnék kérni, és megkeresném a te egyetlen párodat, világszárodat, jó? Gyere ide.
Nézd a kedves barátom! Kerestem és találtam! Ő a kiválasztott! Szép, de túl fiatal! Szép, de túl fiatal! Komolyan! Sose baj! De egy képviszi jár neki, igaz? Keresztapa! Akkor mondd én nékem, hogy kit keresek. Egy kicsit magasabb? Hát, igen. Jó, akkor egy kicsit magasabbat keresek. Ennyi. Nem elég fontos a információ, Pisti. Hát nézd a kedves barátom! Kerestem és találtam! Kicsit magasabb! Hát kihúzom én is magam. Ő a kiválasztott. Nem rossz, de túl magas. Na persze, te válogattad! Tapsoljunk még, mert nagyon szép! Na akkor haladjunk tovább. Nem volt jó a túl kicsi. Nem volt túl a jó a túl magas. Meg kéne lőni, hogy a középtájba. Jó. És gondolom fájtla is van akkor. Van. Na. Akkor talán most már biztosan megyek. Nézd a kedves barátom! Beléltem neked a méretet! A kettő között fájtlan is van! Gyere csak közelebb! Ő a kiválasztott! Azt mondja, hogy a vérvonal már azért közeli, de nem! Azért képződ van a szemébe, ott vagyok a tűz, az biztos állíthatom, hogy ez a lázott tőled még szűz! Nem lesz jó, kapálni, ne számítsd szűz! Nem, semmire! Hálogatós vagyok! Na, a tűz égessem nekem! De hát amikor megérkezik a mennyasszony általában, mit szokott mondani a nász nép? Csókot! Csókot! Gyerünk! Húzz és körbe, oma! A Pistikém, nem ő, aki választod? De majd akkor elviszem haza kapát. Remélem azért van, van. Pedig van itt áll. Keresek neked már. Nem volt elég kemény. Már megfáradott is ki! Piszmó, gyere onnan, szigyük már ebben. Piszmó! Kedves barátom, nézd a... Kerestem, és ismét találtam. De ha nem, jó, viszem. Nem, jó lesz. Ő, aki választott? Ő. Biztos? 100%. Tehát akkor neki is járt húszni, nem csak a többieknek. Jó. Nagyon jó. A szalagot szeretnénk, de nagyon jó. Ezt a szalagot? Nem? Azt. Igen, köszönöm, meg a kicsit is kell. És kedves vendégek, régi szokás szerint, amikor a vőlegény megérkezett a mennyasszonyos házhoz, ugye addig nem engedték be, amíg próbára nem tették. Miután megfelelt a próbákon, a mennyasszony is előkerült, de a két család elkezdett vitatkozni, nem vitatkozni, alkudozni, hogy ki mit ad a gyerekével, ki mit hoz. Hát hogyha a mennyasszony részéről adtak 60 hord legelőtt, a vőlegény részéről adtak hozzá 60 marhát. Ne vegye magára senki. Miután a két család megegyezett, a mennyasszony előkerült, fölkötötte a vőfi botjára a keszkenőt régen, ugye most már szalag van. Ez jelképezte azt, hogy a két család között létrejött az egyesség. Niki, én föltennék neked egy kérdést, Márti, azt már tudod, hogy miről van szó. Tehát te elfogad-e István ajánlatát? Ha igen, akkor arra kérlek, hogy a botomra, vagy hát a vőfi botra... Nem minden! Köst fel, légy szíves a szalagot. Elfogadom. Akkor arra kérlek, hogy csomóra ide a nyaka alá, feje alá, úgy. Feje alá? Igen. Jó húznék! Az kell, igen. Igyekszem. Csomóra, 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 persze, lehet. Jó. Nagyon jó. Ezek után vőlegényünk átadhatta Csokrát, a mennyasszonynak. Puszi kíséretében, és úgy látom, hogy nagyon fénylettek a napon, gyertek ide a hűvös, mert a fotó kedvé nem lesz jó, igaz?
majd a mennyasszonyunk föltűzte vőlegényének a kitűzőjét, hiszen annyi szép fiatal ember van itt körülötted. Olyan szép fiatal ember. De nem látja senki, hogy ki a te vőlegényed most már, mert nincs nála csak valós. Arra kérlek, hogy tűzfelnek és a kitűzőt. Majd ilyen szép nap nem lehetne tanúk és koszorúsok nélkül, ezért arra kérném, hogy hívjátok ide a tanúkat, hiszen majd ők fogják aláírásukkal hitelesíteni a ti házasságkötéseteket. De hát a én nővérem is kell az én tanú. Őt kerestem, aztán... Jó? Úgy, és akkor a mennyasszonyunkat, Nikit, arra kérem, hogy karperecőzni fel őket. Így van, és van még két koszorúsunk is, akikkel szintén jár egy-egy szépen, ezzel a hivatalos része meg is történt. Most arra kérem, hogy önöket egy kicsit húzódjunk beljebb, majd megkérem Gábort és Antist, hogy azt a helyszínt jelöljék ki nekem, amelyiken a kikérőt meg tudjuk majd ejteni, az ifjú pár részéről, a szülőkkel, családtagokkal, akiket ott szeretnének látni. Köszönöm szépen. Húzd rá! Kedves vendégek, egy kis figyelmet szeretnék kérni, ifjú pár, olyan szépek vagytok egymás mellett. Azt tudjátok, hogy minden ember életében vannak fontos pillanatok, mérföldkövek. Így volt ez szüleitek életében is, amikor egymásra találtak, vagy amikor megszülettetek. Most is itt álltok egy fontos pillanat előtt, melyen ha átléptek, megszűnik az én és a te, innentől kezdve csak mi és ti léteztek tovább. Ettől a pillanattól kezdve együtt kell megvívnotok az élet viharával, és együtt kell fogadni az élet kisebb-nagyobb örömeit. De mielőtt elindulnátok ezen az úton, illik megköszönni azt a sok jót, amit idáig a családi háztól kaptatok. Kedves szülők, most itt állok önök előtt azzal a reménnyel, hogy egyet értenek az én véleményemmel. Mert nem szeretnék majd senkit búcsúztatni, hisz nem megy el majd gyermekük, egyel többen lesznek, szeressék őt is ugyanúgy, ahogy sajátukat tették. És az ifjú pár itt áll útra készen, nem találnak szavakat, ezért hát magyar hangjuk most én leszek helyettük. Olyan magasan nem fogok beszélni, jó? Kedves szülők, emlékeztek, akkor kezdődött minden hajdanán, azon a gyönyörű éjszakán, mikor először csillant fel szép szemünk, és először ért hozzánk kézeteket. Akkor rögtön tudtuk, hogy úgy szerettek bennünket, ahogy más embert nem lehet. Magatokhoz szorítottatok gyengéden, ölelgettetek, csókolgattatok, mosolyjal kényeztettetek bennünket. Akkor mi csak néztünk rátok szótlanul, ahogy a boldog perc elvonult. Jelét adni nem tudtuk még, hogy többet értek, mint maga a lét. Vagy órák múltak, hetek, teltek az évek. Gyenge kis gyermekből én felnőttek lettek. És itt állunk útra készen,
emlékeztek? Így volt ez veletek is valamikor régen. Ezért hát szeretnénk megköszönni mindazt a jót, amit értünk tettetek, a szép gyermekíveket, tudván, hogy még mosolyogtok, ezek soha nem érnek véget. Ezért a sok jóért mit is mondhatnénk? Az Isten áldja meg minden lépéseteket. Most szeretném kérni az ifjú párt, hogy külön-külön menjenek oda a szüleikhez, és egy-egy puszival köszönjék meg azt a sok jót, amit ideig érkezettek. Jó, először a mennyasszonyjal kezdenék. A fotó és a videó kedvéért. Hozzátok fordulok. Elmegyek a házból, együtt éltünk, a boldogságban és örömben volt részünk. A jószülén mindig gondokat viselték, mint éjes nappal kedvünket keresték. Továbbra is kérlek, becsüljük meg őket. Tudom, mi nagyon jó testvérek voltunk, de hát, ahogy elnézek benneteket, azért néha-néha, na, csak összekaptunk, igaz? Ha, nem. Ezért hát néktek is szeretném megköszönni azt a sok jót, amit értem tettetek, a szép gyermekéveket. És kívánok nektek egy szép kort, hosszú boldog életet, a Jóisten adjon hozzá egy szakajtónyi gyermeket. Szintén egy puszival, külön-külön. Thank you.
Krisztusunk bőséges áldására kérnek szeretetre. A katolikus egyház tanítása szerint Krisztus egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örökkőségben vállalhatók el a házastársak szentetelességét. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván követek. Feleljetek ezért az egyház kérdéseidet. István megfontolta, de Isten előtt szándékodat és szabad elhatározást a jövőjére élet házasságot köszönjük. Ígéredet, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál ellen választ neked egymástól. Elfogadod a gyermekeket, akikkel Isten megajánlott egy kis a házasságodat. Ígéredet, hogy úgy neveled őket, ahogy az egy keresztény édesapának kötelessége. Megfontolod Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározástól jöttél egyre, hogy házasságot kössz. Ígéredet, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál ellen választottak egymástól. Elfogadod a gyermekeket, akikkel Isten megajánlott hozzá házasságokat. Ígéredet Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket. Kedves egyes pár, most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársaiak vannak benne. Fogjatok egymással kezet, és egyre foglalkoztatokat Ábrahám stólával annak jelén, hogy házasság Isten előtt felpartatlan lesz. Thank you.
hatómára nevezett zöldségek érkeznek az asztalra. Na de, kedves ifjú pár, hogy tegyünk egy kis vacsora előtti étvágygerjesztő is az asztalra, szeretnének benneteket megkérdezni, hogy ti már egy ideje együtt vagytok, mióta? Lassan három éve, mondja Pisti. Tiki, akkor el tudod nekem mondani, hogyha nekiálltok szabad tűzön főzni, hogy szoktátok csinálni? Szabad tűzön, mondjuk körföldet főzünk. Szigetni szoktatok. Hát akkor Pisti. Nem fűszetek még lobrásra? Akkor megkérdezem a tanulat, jó? Hát most te nem bűnözésről van, hogy főzünk körköltet, vagy nem is van? Hogy kérdezünk hozzá? Igen, ez teljesen jó, jó, most már nem van zsírozva. Előkészítjük a hozzávalókat. Még egy kis hangot szeretnék kérni. Ruszán! Még egy kis hangot! Ne hagyd magad Citybe fogni. Akkor arra kérném a két ásztor azt, hogy fáradjanak ide. Nem tudom, hogy dohány is-e valaki itt közülünk. A gyújtó. Akkor egy gyújtót szeretnék kérni. Köszönöm. Druszán, egy kis hangot. Arra kérni, hogy a két fülét fogják meg ennek a főzőedénynek. Nagyon jó. Tehát arról beszéltünk, hogy elmossuk az edényt, igaz? Van-e mindenkinek kanala, kedves vendégek? Magasba a kanalakat? Nem csörgünk még, csak magasba. Nagyon jó, nagyon jó. Tehát arról beszéltünk, hogy elmossuk a bográcsot, most jelen esetben van egy kotlán. Majd miután előkészítettük az üstöt vagy a bográcsot, akkor alágyújtunk, igaz? Akkor én alágyújtok neki. Innen csak ezzel föl benne az étel. Amikor föl az étel, mit szoktunk csinálni? Gondolom... Megkovarjuk. Utána... Megkóstolni! Na kedves vendégek, kíváncsiak-e arra, hogy mit főzött a két nász nagyasszonyunk? Igen? Akkor... Pisti, megkóstolod elsőnek? Szerintem igen. Ugyanis jó kis pálinkát főztek. Na? Hol a nagy kanál? Itt a fakanál. Ez az. És akkor aki szeretné megkóstolni... Na nézzük! Jézus! Az a... Jó lesz a... Jó lesz a... Na hát, kedves vendégek, jövök ide, jó? Miki? Nagyon jó! Aki szeretné megkóstolni ezt a pálinkát, kérem a kanalával fáradjon ide, és közben szóljon a pálinkadal! Benne vagyunk a buliban. Nagy elő! Fáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Gyújts át a karod felém, nélküled meghalok én. Pálinka szerelmem, légy az enyém. Álmaink kék lőlegény, gyümölcs fáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Elsőtán léte lesz a vagongyerítés. Ezt fogja követni a kemencenyögés, csirkeordítás és borjúkölgés. Végre megérkezik a sűrű pocsizörgés.
odakünt, egy vaddisztóval megláncolva. Két beteg bolharetnyásra húzva, sültve senyeljed nagy felszínek foka, 77 esztendős kerekének az agya. És íme itt a forró leves, az étek alapja. Vigyázzon szájára, a kezbe kapja. Verjenek belőle bátran sebesen, hogy a vendégjogra ne legyen üresen. Kedves ifjú pár, most már átadnám etálat, mert igen csak forró. Bűvályos illata, töltse be a házat. Jó étvágyat kívánok hozzá! Bocsánat, figyeltem voltam, és a leves kiborítottam. De bízom benne, hogy aki mögöttem jön, majd elég tapasztal, és ezt nem teszi meg helyette. Azt nem értem, miért nem kezdenek tenni a kedves vendégek? Nincs mivel? Ja, hát nálam van mivel. Tehát a régen, amikor a Mátyás király ukolában juhászt felhívták, ő megoldott ezt a problémát. Hogy volt az, kérdés az anyukát? A kenyér sarkával a juhász megette a levesét. És mit mondott utána? Akkor segítek, jó? Ez aki a kanalát meg nem eszi. Szeretném megkérni a kisjukat. Jaj, kicsikém! Hát, újra az asztal alá! Megtette én az ifjúpár! Niki, mint hűfeleség, kezd meg a vasonát, szedjél férjednek! Nem azzal, ja? Levessel! De én összeszedni szeretem, hogy szeretem. Hát első most üreit, tudod? Aha. Ja. Látom, hogy megnyúlt a bajka a esti vacsorába. Hiába kavargatja a leves, hogy hát ha egy jó kis szombot oda tudna adni a kedves férjének, de nem sikerül neki, mert egy hatalmas nagyú tátok ezen a kanálon. Éhesek vagytok? Éhesek vagytok? Gondolom, igen. Nem szenvedhetek tovább benneteket. Azt kívánom nektek, amilyen feleketlen ez a kanál, olyan feleketlen legyen a kiszerelmetek is. Én az ifjú pár! Kedves ifjú pár, én most idejöttem mögétek, megkérnélek benneteket, álljatok fel. Most sikerül? Nagyon jó, de nyugodtan nézzetek a kamerában. Szeretnék kérdezni tőletek valamit. Miki, hogy érzel most? Boldog vagyok. Isti? Nem lesz más mondani, vagy ez az őszinte? Nem adok más. Ja, szóval nem lesz más mondani. Gondoltam, hogy ilyen bőszabban válaszoltok, ezért papírra vetettem egy pár gondolatot, hogy vajon hogy is érezhetek most, de arra kérdezik benneteket, hogy ezt felváltva olvassátok fel. Ó, kedvesem, ez volt minden álmom. Szeretnéd, ha elhagynálak? De úgy ezt még egyszer meg ne halljam. Szeretsz engem? Még jó, hogy... Képes lennél valahol is elhagyni? Soha, képen lennék rá. Megcsókolnál szerelmet? Igen, tartod a testet. Itt álljon meg egyszerűen. És én nem hiszem el, hogy elérkezik a nász éjszaka, és akkor így mondom, igen, az arcod, a tested, minden jó. Ez kis érzelmet, kis átélést, egy imád bele, jó? Ez már jó. Ez folytas is, jó? Igen, arcod, tested, minden jó. Elfogadjuk? Hogy én mindegyiket sem igen. A tűz. Igen. Arra a testnek mindenünk. Hatolni, valami kellene legyen. Képes lennél valahol megütni? Soha, én nem olyan fél. Bízhatok benne? Igen. Ó, kedvesem. Ez a jelen. De vajon változik-e valami, akár 10 év múlva?
De nagyon elgondolkoztál. Mert más mondani. De mondjuk jól szólni volva, Pisti? Nem. Mert más mondani? De, akkor megkérdezhet volna át, hogy azt mondjuk, hogy változott-e már valami az elmúlt időben? Jó, te házas? Házas. Nem. De jó, te együtt élek. Nem változott. Ugyanolyan jó minden. Miki, akkor a testvéredet megkérdeztetek? Igaz? Zsoltot látom, hogy elég ügyesen néz. Igen. Változott valami? Minden. Nem. Minden olyan tökéletes, mint annak idején. Ugyanúgy el kell mosogatni. Segít. Vagy van mosogatógép. Erre gondoltam, hogy ezt a választ kapom, de nem ezért teljesen. De én elmondom azért azt, hogy egy idő után azért felálltozik valami. Lehet, hogy nem 5-10-15 vagy 10, nem tudom, hogy 19 év óta is eljöttettem a házasokat. 19 év óta, de 80 év után azért biztos, hogy fog változni. Majd erre visszatérek, mert egy nagyon jó barátom elmesélt ezzel kapcsolatban egy történetet. De most ezt először is azt szeretném hallani tőletek, hogy 80 év múlva már elég látok át. Remélem, megérítem azt is, hogy hogy éreztek vajon? Mit tekintem? Ó, kedvesem. Igen. Visszatok benne? Soha. Én nem vagyok kedvesem. Kedves lennél valaha megütni? Igen, az arcom, a testem. Értem, ilyen jó van, jó? Megcsókolnál szerelmet? Soha. De miért rám nézel? Képtelen nem vagy. Képtelen nem vagy. Képes lennél valahogy is elhagyni? Még jó volt. Jó, hogy ilyen kiadta, még jó volt. Szeretsz engem? Nehogy ez még egyszer még nagyon visszavett a hangsúlyba. Szeretnél, ha elmegy, nem? Kedvesen, nem tudom, hogy hát én azt kívánom nektek, hogy inkább az első teljesülje, mint az utolsó. Éljen az ifjú pár! Igen! Mindig emléktek ezek már, mit olvastatok elsőre? Visszatérve arra a történetre, hogy 18-19 év után nem változott semmi, hát ezt azért megszáfolnám, lehet, hogy nem 19 év telt el, van egy nagyon jó barátom, a Laci bácsi, hát őszinte megmondom, nem tudom, hogy mióta házasok, de az idős nagyon jó fej. És azt mondta nekem, hogy Zolikám, képzeld el, hogy mi történt velem. Elkezdi sorolni nekem, hogy annak idén dúlt-fúlt a szerelem, nagyon szeretnék egymást a feleségével, tehát már eltelt, most meg nem mondom a hány év, nem volt számomra fontos, ezért nem kegyeztem meg. És odáll egyszer elég a feleségem, és azt mondja, gyere te lustas, mindjárt itt az este, ha most nem csináljuk meg a házi munkát, akkor sosem. Nézd az asztalon azt a halom mosatlan, mosogass el, de most azonnal. Húha. Bácsi ott áll magában, és én mosogassam, hiszen az elmúlt időkben sosem mosogattam, mindig a feleségem se, de mi ütöttem be? Elkezdett az öreg gondolkodni. Azt mondja, kell nekem ebből mindent meghallani. Elég lesz csak azt meghallani, ami számomra fontos. És nekem szerinted mi volt ebből a számára fontos? Nem sok minden. Nem sok. Megkérdeztetem a más vagy azt, hogy a pályát, hogy vajon mi lehetett a fontos ebből? Semmi. Nem jó válasz. Jövök ide is. Feri bácsi. A férfiaknak egy kis idő után kell, hogy szelektív legyen a hallásuk. Ugyanis csak azt kell meghallani, ami számunkra fontos. És ebből azt látjának, mi volt a fontos? Gyere, csináljuk most azonnal az asztalon.
Úgyhogy ajánlom azt, Istikém, egy idő után, nem most, egy idő után, legyen szelektív a hallás, hogy sokkal könnyebb dolgod lesz. Én az ifjú pár! Amíg megérkezik a következő fogás, és előkészítik hozzá az asztalt, és érkezett számomra egy borítót. Fölállnál? Nézd meg jól, hogy mit látsz rajta. Mit látsz rajta? Semmi. Semmi. Adok neked egy ollót, arra kérlek, hogy a rövidebb oldalát az egyiket vágd le. Úgy, nagyon jól csinálod. Hát majdnem mérnöki egyenességgel. Nézd bele, mit látsz benne? Semmi. Akkor vágd le a másik rövidebb oldalát is. Na, vajon most mit látsz benne? Az üres lányán. Azon kívül? Semmi. Semmi? Az nem létezik. Akkor az egyik hosszabb oldalát is vágd le, légy szíves. Pedig benne van. Benne. Na nézzük, nyisd szét! És mit látsz benne? Semmi. Hát kedves barátom, körülbelül ennyi a majd elkövetkezendő házas életben vádát a pénzügyek terén. Vagy semmi! Én az ifjú pár! Most viszont nagyon nagy csendet és figyelmet szeretnék kérni, mert színtiszta igaz lesz, amit én most itt el szeretnék mesélni. Az ifjú párnak ugye van két jó ismerőse, hát most az ikinek a testvére Feci, Ásra légy szíves, bár szerintem mindenki megismer. És vőlegényünk barátja, jól gondolom? A Szabi. Hát nekik előre egy nagy tapsot szeretnék kérni, hiszen nekik köszönhetjük, hogy megnőtték a ma esti vacsorát. El is mondom, hogy hogy történt. Erdőbe mentek az okosok, mert hát ott vannak a jó nagy szalvú marhák. Erdőszélén kalapjukat levéve elkezdtek fohászkodni az erdő szelleméhez. Diána, Diána, szeszélye szép asszony. Puskáljuk végére, gazdag zsákmány, jusson! Na de Diána nem is sajnál tőlük egy kis tréfát, meg is gyűlt a bajuk, mire meglőtték a ma esti vacsorát. Mert negyedik napja edették a szúnyogot a magas lesen, mikor a tisztás egy hatalmas nagy marha ballagot kicsendesen. Erre Feszi barátom előkapta puskáját, elkezdte annak lángatni rovaszát az ég, akkor mondott sütörtököt, átkozta és végette az ördögöt? Nem még hogy? Nem még szentség. Na de Szabi barátom. Az övé jó. Pisti elmerje mondani? Biztos? Hát, nem hiába eszi a Viagrát. Előkapta iszonyatos nagy mordáját, és hátul utelítette le a mező marháját. De ezt a marhát nekem adták, nyúzófára tettem bele, finom pörköltet készítettem. De a farka végére különösen ügyeltem, mert az úgy megadta az előbb nevesünknek a bukéját, hogy Feci barátok szinte össze-vissza csókolt a szakásték ki sorcáját. Úgyhogy állj az utókor minden részét kínált, kívánjuk a két vadászunknak minden estére csak is jó éjszakát. A kedves ifjú pár, most már átadnám, mert áll a bűvályos illatat töltse felházat. Nagyapám mindig azt mondta, így úgy volt is ürül a pár, a trup is a vizet, nyeljen a szabát. Él az ifjú pár! Kedves lenni, től származik ez a csomag, és azt mondta nekem, hogy alkalom adtán ezt a csomagot adjam át nektek. Mert én úgy gondolom, hogy ettől jó alkalom nincs, mint a ti nagy napotokon elvadni ezt az ajándékot. Azt mondom, hogy nem akartam, mivel hogy ezt nektek szentek, és állatok csatlan ezt az ajándékot. Arra kérek benneteket, hogy csomagoljátok ki. Amit találkozz benne, az utassátok meg, és olvassátok fel, ami rá van írva. Ott most, hogy állítva, mondjátok ki. Ó, szóval, tudod,
szépen szolgok. Közösen, ez a feladat közösen már rántok. Átadom a mikrofont, és kezdjétek el olvasni, amit rajta találtok. A házasság nélkülözhetetlen kellékei. De akkor nézzétek meg ezt, amit tartalmaz a boldogét. Szokták mondani, a pénz nem boldogít. Nem tudjuk. De jó, ha van. A vendégek, erről a bugyiról egy viccük teszem be. Bocsánat, megfogom, jó? Ezzel egy maci van, a gyerekek felé mutatom. Mi van ráírva? Tedd be. Erről egy viccült eszembe, amikor az idős házas pár sétál az úton, és akkor erről megy a feleség, és a feleség mondja, adjon B, adjon B. Az öreg bácsi meg legyután is mondja, B adta, B adta. De elnyugodta, a fáj a fejed. Ha a feleség nem akarja. Mert éppen fáj a fejed. Tudjátok áll a hosszú életben. Én az ifjú pár. Sorolták, hogy Miki és Pisti összeházasodtak. Hát azért vannak itt. Így van? Jól tudom? Azt hiszem, igen. Pisti? Igen. Egyértelmű, igen, vagy igen? Igen, igen. Igen. Na most, Pistikém, ha már fér vagy, hazaviszed az első fizetésed, mióta fér vagy. Érted? Tehát nem? Azért? Nem. Most, amikor összeházasodtatok, a következő havit hazaviszed. Niki meglátja, hogy hoppá, ez nem annyi, amennyinek kellene lenni. Nem annyi van a számládon, mint ami a bérlapon. Erre kérdőre van, hogy... Ajaj. Hol van? A mi Pistink egy olyan csavaros eszű ember, hogy ezt egy nótával meg tudja neki válaszolni, mégpedig azzal, hogy... Száz forintnak közben a fele, de eljön meg a fészkes fekete fele, de nem lehet az ember álom, de ki kell rúgni a hátfát. Nem lehet az ember álom, de ki kell rúgni a hátfát. Jön a következő kérdés, hogy? Hova tetted? Felé. Hoppá, Pistikém, hát egyből falhoz állítanak, itt hozod a fizetésed, és... Ajjajjajjajjaj! Megvartam a luka a zsebedet. Hát, az is jó lenne, de erre megint van egy nóta, hogy hova tette a felét. Mégpedig hova? Kisrogi elvitte a kisrogi. Vörös bort itt tovább. Az esze, nagyon-nagyon-nagyon. Szeretem a bort, de most is veszek vajon. Ha tudom, hogy te egy úriember vagy, és megkérdezed a feleségedet, hogy ő vajon mit szeretne. Mit szeretnél, édesem? Nagyon nehezen jött ki ez a kérdés. Na vajon mit szeretnél? Ruhát, cipőt, csizmát. Rámás csizmát? Rámás.
Elfogyott a pénzetek. Vele, vörös borra, másik fel cipőre, ruhára, rámás csizmára, akkor most mi lesz? Adhatok nektek egy tanácsot? Vegyetek egy lottót, és ha nyertek, nem baj, ha nékem sok pénzem lesz, mindegy a repülőre. Úgyen szállok, mint a beszél, magasom a levegőbe. De olyan járok, mámul a világ, élik a sok pénzt, amit költöd rád. De én a sok pénzt nem sajnál, csak én a kicsi párok. Most, hogy a történetet be tudjam fejezni, arra kérem a kedves vendégeket, hogy álljanak fel, fáradjanak ide ki, és álljuk körbe az ifjú pár. Nagyon jó, nagyon jó! Körbeállva az ifjú pár, akár két körbe is, nyugodtan a gyerekadőn is mehetünk. Mindenki fogja a mellette lévő kezét? Akkor engedjük el! Majd emeljük kezünket a magasba, érintsük össze mind a két ujjunk hegyét. Majd, ha már van sok pénzetek, mi jelzik a boldogsághoz? Ilyen ház? Ti kedvetekért állítottak össze, hajnalod a kedden, félre
szeretettekem elnesz hétvégét, és több Balmán The Barbies koncertet azért, hogy elkápráztassanak benneteket. Mindenkünk a legújabb premier bemutató a moziban, mindenkünk Szavária táncverseny, Fradi vagy Dózsa meccs, amikor ilyen eszméletlen látványban lehet részünk. Niki a futás koronázatba királynő, és Pisti a botlába királya pattal a táncparketre. Hölgyeim és uraim, kedves nászét, rohadtunk, és szabadtunk befutom ezt a trakciót. Akkor semmi pislogás, mindenki kapaszkodjon, akibe, amibe tud. Indul a tánc, móka kaszagás, jó szórakozást!
lenne itt valami. Talán ha gondolatokat lehetne hallani. Nem is kéne szerelmet vonnani mások percenként. És tényleg ott van, egyetné a hűséget. Meséket mondhatnám, amikben megtudnám. Ki vagy te, aki mindig itt vagy, de valahogy mégis folyton hiányzol. Mint a légszom, folyton hiányzol. Csak most erre alul figyel. Messze nem vagyok érdekel. Kell egy fenék vagy egy mellett. Nagyon és olyan nekem, hogy a szokásnál gyorsabb a kezembe. Egyáltalán ezzel az a perc, amikor ha kívül és teljesül az angyalok hasonlóknak, nem egy szerelembe teljesül. Nézd, ha mozdulsz felítem, és nem is akarod napad. Amikor én meglátom a szemben, tökéletesen jól áll, hát a szúrvás. Na nézzük a következő játékosunk, mehet az öre? Jó lesz, igen. Hoppá! Nuri! Aki viseli vagy a bugyi? Bugyi. Hát a túlmű bugyi az biztos jó lesz. Na nézzük! Jó! Az idei pillanatja, nézzük!
fuhát! Fogolálme, jó? Eri! Hoppá! Na nézzük! Hogy előhátul bevág, de rendesen. A következő játékosunk, igen. A legújabb francia divat csipkével. A következő játékosunk, igen. Az őszi kollekció levelekkel, csipkével. Aha. Nagyon jó! Hoppá! Igen, francia! Ez az idei éves francia divat! Nagyon szexi! Külön kiemeli a telefonja vonalát, igaz? Igen, hoppá! Szokták mondani a nézése, meg a járás, de inkább a járása. Hoppá! Megint a pontot köszönjük. Hiszen ez gépúgyi fehér pöttyönkkel, mint a túlvalóni. Na nézzük! Hoppá! Igen? Szabdi, mit csinál? Kedves vendégek, engedjék meg, hogy megjegyek, elmondjak egy történetet, ami velem történt meg, még szerencse, hogy a kedves feleségem ott volt velem, erre a bugyival kapcsolatban. Annak idején, annak idején, 2 éve ezelőtt forró nyári nap volt, 40 fokok voltak. Borzasztó meleg volt. És hát szintén ilyen bugyis játékot játszottunk, de akkor 13 bugyival mentem el, és 14-jel mentem haza. És ez volt a 14. Kinek vettem meg? Nem én vettem meg, hanem az a hölgy, akinek nem jutott bugyi, az ugyanúgy beállt játszani, majd amikor kiesett, mind adta a bugyját. Kedves játékosok! Feladat a következő, megszólal a zene, el kell kezdeni táncolni, majd hirtelen meg fog állni, és le kell vetni a bugyit és felhúzni a párunkra. A hölgyeknél csak térdig. Jó? Csak térdig. Tehát nem kell, hát a térd az pont jó, nem? Az még elmegy. Jó? Nem kell följebb, csak térdig. Jó? Tekintetbe véve, amit tekintetbe kell vennünk. Jó? Akkor mindenki fogja meg a párja kezét. Mindenki egy páros fog kiesni. De csak arra kérem mindenkit, egyes senki, jó? Nem mindenki egyszerre. A nyertes kapja a főnyeremény. Jó? Akkor készen állunk? Hadd szóljon a zene! Mostában jól gyorsan gyorsan! Gyerünk, 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 gyerünk! Figyeljetek is, hogy már kinesz a kinesőik megvan! Ott is megvan, ott is, ott is, ott is! Ott a cipősorok! Hát pont az a bugyi esett ki! Egy nagy tapsot kérünk szépen neki! Köszönjük szépen! És mehetünk tovább! Ifjú pár, ki volt a kieső? Senki.
Döntetlen, mehetünk tovább. Most van, hogy itt gyerünk, gyorsan, ki lesz a gyorsabb? Megvan, igen, ott is, igen, itt is. Hát, na, mit mondtok? Jó, hogy nem került föl, jó. Akkor egy nagy tapsot! Egy nagy tapsot kérünk szépen neki! És mehetünk tovább! Ad ide a bulit, az anyától szép! Most nem vagyunk már gyorsan! Ott is! Ifjú pár! Na, mondjátok! Szabijék! Szabijék! Egy nagy tapsot kérünk szépen neki! Ráadásul fordítva... Ja, nem fordítva, mutatok! Jó! És mehetünk tovább! Mikor még nem voltál, köszönjük szépen, és mehetek tovább! Húzzá! Nincs szerencsét, ha szerette nincs e szerencsét, mert soha-soha nem találtam, csak mondhatom, ki már szeret. Én megélem, vagy legalább is én remélem, hozzájuk utok el, jön érte, majd az is, akinek szeret. Most egy gyerünk, gyorsan! Hú, de gyorsan, kívül gyorsan! Hát, ott megvan, ott is! Beakadt a cipő sarka! Egy nagy tapsot kérünk szépen nekik is! Köszönjük szépen! És mehetünk tovább! De nézzetek meg jobban, mi van kocsara a bugyi? De mondjátok meg, hogy mi baj van vele! Nincs szerencsét, a szerelembe nincs szerencsét. Most nem vagy jó, gyerünk! Hú, festvények, de gyorsak! Jaj, de gyors mindenki! Jaj, ott megvan, ott is megvan! Egy ajtósot kérünk szépen nekik is! Köszönjük szépen! Mehetünk tovább! Elkészült mindenki? Nem lehetem bennünket nézni. Én teszem este felé, egyesem a szakladonám. Nem is lesz szépen, egy mosolyog rá a világ. Szívesen láttam a szép világot, én álmodom rá. És most legyen, gyerünk! Húd egy gyorsan! Ott is meg a legyen! Nem sok kirakad, nem kicsit, nagy tasszat kérünk szépen! Hősiesen küldtetek, végre ti is részesei voltatok ennek a játéknak. Köszönjük szépen! Hogy? Igen! Nem, tiéd lehet! Mehetünk tovább! Jó, 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 jó,
ebben a méretben vágja nincsen. Csak egy-egy hétre, már az a hétre, valami fényre, valami ez is. De ring! Most ne, most, most, ne, ingyen, ingyen, ingyen! Hú, de gyorsan! Itt megvan, ott is megvan! Jaj! A negyedik kiesőnk egy nagy-nagy tapsot kérünk szépen neki! Hősiesnek küzdözve! Már csak három páros van versenyben! Jó, sikálom! Ez a csomó-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 
De hosszú nekedem a mi nyajnak. Most ne gyere, gyere, gyere! Pici mulot, csak pici mulot, köszönjük szépen! Na már csak két párosunk van, gyertek közelebb egymáshoz! Na nézzük, ki lesz az első? Elsőnek! Köszönjük szépen! Hát, kedves ifjú pár, ahogy említettem, ti vagytok a nyeremény, de úgy láttam, hogy bugyi nélkül. Akkor arra kérlek benneteket, gyertek a táncparkett közepére, és a nyerteseknek járó nyereményt adjátok át, egy közös tánc, természetesen bugyiban, nem annélkül. Hadd szóljon! És természetesen lehet csatlakozni hozzájuk. Totáig még van egy kis időnk. Valahol egy lány hófehérben jár. Valahol egy lány hófehérben jár. Jön egyszer messze földön. Hívjájött egy nap az öreg király, feleségünk meg kívánja, de így szólt a lány. A király nem leszek, nem leszek, akkor inkább elmegyek, elmegyek, és soha vissza nem jövök, nem jövök már. Akkor inkább elmegyek, elmegyek, és soha vissza nem jövök, nem jövök már. Valahol egy lány feketére jár, az a sárkat nem beszélhet. Hívja őt egy nap, az öreg király, a király. De hova mennél, szép leányom, de gyere hozzám. A király, én nem leszek, nem elővel megszegve a tortát, így van. Nyugodtan ott fog kisdikém, ahol szeretnéd. De azt látom, hogy a ti házasságotok a szuperszonikus lesz. Azt tudod, milyen? A feleség szuper, a szonikus.
A férjednek szónikus. Mivel, hogy hiába te fogod föl a kést, mert hiába te viszeled a nadrágot, azt veszed fel, amit a kedves feleséged kikészíti. Az első szeret a tiétek. Mindent találtuk az asztalon. Köszönjük, akkor nézzük. Mekkora szája van a feleségednek? Ilyen nagy. Szereted a feleséged? Szeretem. Mindennél jobban? Mindennél jobban. Ezt le is írnád? Nem! Le! Le! Akkor állj fel a székre! Nekünk háttal! És a farod járásával írd le nagybetűvel azt, hogy szeretlek! Nagybetűvel! De várjál, kezdjük már előről! Ja, ez volt az S, igen? Jön az E! Te? De nagy betűvel írunk, nem kicsivel. Nagy T. Nagy T. Nagy T. Tehát tudod, egy vízszintes és egy függőleges lefele. Most hol tartasz? Szeret. E. Ez melyik volt? El? Igen? Szép volt, hogy jó. Oldal vagyok. Kicsit téged szivatlanban. E? K? Szeretlek? Egy felkiáltó jel a végére. Ja? És egy smiley, egy mosolygó smiley. Egy smiley kicsi. Kerül! Nem olyan könnyen megy ám. Ki volt, aki erre volta? Romi! Az a három ember álljon csak ide! Hogy még egyszer ilyen előne forduljon, ezért arra kérlek benneteket, álljatok sorba! Sorba! Pistikém, ez volt az első része a feladatodnak, amit meg kellett tenned. De jön egy második is. Mert hát olyan könnyen azt mondták, nem adják neked vissza. Most figyelj! Az lenne a feladat, hogy ide leállsz... Mutasd meg! Négy kézlábra. Gyere csak le! Nem, megmondom őszintén, talicska lesz a vége. Most meg szerencséd van! Gyere, fogd meg a lábát! Nagyon jó! Emeljem! Igen! Várjál! Tolunk egy kört, utána Pisti megy tol téged! Na aztán tolja a többi H2-t is, jó? Na nézzük, hogy van az, hogy... Erre, Pisti, erre kerüljél, erre! Na most, hogy a váltás!
Na akkor most már visszakapja az új emberünk, vagy bocsánat, a férje a kedves feleségét. Na? Na fiúk, ez a... nem értem. Én szerintem nem. Na várjatok, akkor adjunk egy... Várjál, pusikét, várjál. Adjunk egy nyakéket neki, vagy tegyen úgy a feleségével, mint én az üveggel. Nem, teszel az üveggel. De szerintem jobb lesz az, hogyha... Elraboltuk és meg a cipőjét adni. A megasszony cipőjéből. Vigyázz inni is kéne. Vigyázz, ne lőtte, csókos. Nem. Na, figyeljetek, inkább csináljuk azt, hogy tegyen azt a feleségével, mint én egy kancsóval, vagy egy üveggel. Sokkal jobb lesz, higgyétek, hogy dehogy. Állj oda a kedves feleséged mellé. Kérek egy üveg bort, vagy egy kancsót. Mindegy. Na várjál, hát akkor álljatok egymás mellét is, jó? Na most figyeljetek. Pistikém, tedd azt a feleségeddel, amit én az üveggel. Hallod? De ti is szeretnétek ezt tenni? Nem. Az ő feleségével? Nem. Sem. Hát egymással semmiképpen se tegyétek. De ha szeretnétek tőlem. Na figyelj, Pistikém, én megsimogatom az üveg nyakát. Várjál, de mi veled együtt vagyunk betyárok. Na de? Betyár, kiforáid a poszörbe. Figyelj, nehogy is, figyeljetek. Hanyag, figyeljetek már. Egy húzatig lekapom róla a csizmád, maszve. Megkérdem belünket, hogy betyárok, hogy mindig együtt van. Nehogy már minket adja a cserbe, hát itt van a fiatal ember. Hát de most mondom neki, hogy mit csinálok. Ja, mondd meg. Na, tehát akkor. Hallgassuk meg aztán, majd elmondjuk a véleményét. Így van. Na, figyelj. Szépen csetbe algatom. Na, utána majd eldöntjük. Én megsimogatom az üvegnyakát. Te megsimogatod kedves feleséged nyakát. Eddig jó. Akkor most már Csiba, te? Én megcsókolom az üvegnyakát. Te? Na, Csiba, figyelj, megsimogatom az üveg hasát. Hát de ne úgy simogass már meg, na. Normál. Így van. Figyelj, megsimogatom, jobban mondva, megcsókolom az üveg hasát. Nagyon jó, pont ott a strasszok fölött, tökéletes. Na most figyelj, megsimogatom az üveg fenekét. Majd megcsókolom az üveg fenekét. Ácsi! Az enyémen nincs ruha. Bújj csak alája! Na? Én az ifjú pár! Hát szóljon a pár! A betyárok, igyanak egyet! Nyitom az ajtót és egyszerűen mosolyog rám a világ. A színesre látjuk a szép életet.
Mennyasszonyunk megunta az ülés, kivált újasszonykét egy-két perdülést, hogy újasszonyunk nem sánta, azt én rögtön meg is mutatom, mert én kezdem a táncot, a többi kedves vendég csak okuljon és tanuljon, hogy hogy kell ezt járni.
vagy menjenek csak a papírbankóért, gondoljanak arra, hogy újasszonyunk cipőjét, jaj, de drágáért várták. Hát kedves vendége, hogy említettem, kezdődik az újasszony tánca. Én kezdeném a táncot, majd a két nászt vagyunk felváltva, és utána jöhetnek a szülők, családtagok, barátok szépen sorjába. Ez akkor kedves zenész barátaim, ne tártsátok öblösszátokat, tegyétek keresztül vonótokat, zörgessétek meg fátokat, kezdődjék hát az újasszony tánca, hogy szakadozzék az újasszonyi ruha ránca. Húzd rá! Húzd rá! Eladó az újasszony! Lágyált az újasszony! Édesapád itt van, és már is itat téged, vizet szeretnél inni? Víz jó lesz. Víz. Így van, pihen egy perc, majdnem egy percet. De amíg iszol egyet és pihensz, nyugodtan így áll csak. Szeretnék föltenni neked egy kérdést, amire biztosan tudod a választ. Mit csinál az asszony babázás után? Babázás után? Hát ha babot áztat,
fölteszi főni, ha babázik, leteszi aludni. Amúgy hogy hívnak? Engem? Hát nem is engem. Tóth Kis Nikoletta. Megtanulta a nevét, egy nagy tapsot érdemel. De ravasz volt, mert időt nyert. Folyban elad az új asszony, húzd rá! Egy kis házikó, leégett a vénkát, de mint a babát, leegettem a fagvirágot szépen. Hello, az új asszony! Leégett a reszkát, de nem hagyjál babám mások, de csókolom a csókra termet, de kicsin neki os szára. El kellett az újasszony. Eladom az újasszony. El kellett az újasszony. De az útból át a rózsapákkal szépen bekerít. De piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kertemben. De éles, ha egyszer virág, a rózsám lesz benne. De a jeszkendő oda éget, adjál babám másra. De csókolom a csókra felett, de kicsit ne piros szállt. El kellett az új asszony. Eladom az új asszony. El kellett az új asszony. Hogy forgatják, De olyan büszkén, mintha sosem lettem volna. Eladom az új asszony. El kell.
hangot. Csak az én is járom az utcán. Én elkerülöm, elhangot. Megpihentetjük az új asszonyunkat, mert olyan régóta táncol már. Új emberünk figyeli minden kérésedet, kívánságodat, mit szeretnél inni? Mentes vizet. Mentes, már szalad is. Alkohol vagy alkohol nélkül? Alkohol nélkül. A csücs le. Jó. A tánc után? A természetesen. Viszont a következő kérdés, amit szeretnék feltenni, az az új embernek szólna, hiszen ő csak ott áll, és nem csinál semmit, te meg dolgozol egyfolytában. Pistikém, elmondanád nekem a kerékpárt ível? Bicikli. Nem ér súgni. Még jó, hogy nem azt mondtad, hogy kirikpír. Bicikli. De jól tetted. És akkor most egy nagy tapsot, hogy csókot adjanak egymásnak! Én az ifjú pár, húzd rá! Elviszem a pozzám, elviszem a pozzám, a féletház igaz dalom. És hát kérem a biztos morát, lője meg a bózzám. Eladom az új asszony, ő is már szövelik, oda-haza halózzám. Mert kérem a biztos morát, lője meg a bózzám. Ő is már szövelik, ő is már szövelik, Ujjasszony!
az új asszony. Kesti! Tudod, mint a rátolt egy csikó tojás, ki kéne kelteni. De jó volna! Azt tudod-e neki, hogy mi az, ami körülbelül? Hát ilyet! És akkor, ha már ennyire jól tudják a vendégek, a nász éjszaka mi állt az elsőnek az ágyban? Hát a szemünk. Párna csücske! Hát elég baj a szalazál föl elsőnek a párna csücske. És nem az, ami az ágyban áll a leghegyesebben? Az micsoda? A répa! Hogy van elad az új asszony? És gondoljam, hogy leszállt a tóra, elhozta még egy anyám. És kilenc kis gondoljam, hogy leszállt a tóra, elhozta még egy anyám. Nem félj, egy kislány, mi ma nem lesz, de nálunk a tóra magát most lesz. Kiáltották az új asszony! Hoppá, kiáltották az új asszony! Ez mit jelent? Lapáltod oda, amit ő összesöpött. A lapát az most érkezik, ha minden igaz, ott érkezik Gyöngyikénél. És csak? Ehhez viszont a következő nóta fog szólni, hogy Hát, a gyógyítanak! Mentes!
Megbetegedett, akkor újból eladó az új asszony, húzd rá! De kis tegesre van az ugyan jóba, de veszélyt van a kis tegyen a szomszédulva. De csak a szemeit kerék, bal hátsó kerék, ha azt mondom, hogy kocsi, akkor a négy kerék áll föl, mondom a kocsi, a négy kerék, melyik kötök a pótkerék, van össze vagy, jó, akkor a pótkerék is feláll a kocsihoz, jó, csücs le, van össze a segédhajtó, igen, hogyha azt mondom, hogy segédhajtó, akkor felállsz, jó, ha azt mondom, hogy király, segítség, igen, királyné, királypár. Jó, ha azt mondom, hogy hintó, akkor föláll a négy ló, föláll a négy kerék, meg a pótkerék. Hintó. Nagyon jó. Kocsisnál. Jó, megjegyezte mindenki? Meg. Nagyon jó. Akkor. Anna. Oké. Tehát akkor kezdődik a történet. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy király,
és egy királyné. A királyné úgy gondolta, hogy ki kellene már kocsikázni, kocsiról beszélek, így van, csüss le a birtokra. Ezért a királyné, a mi egyetlen királynénk, a király hűséges királynéja szólt a királynak, hogy szóljon a kocsisnak. Csüss le, az ő egyetlen kocsisának, hűséges kocsisának. Ezért a király lement az istállóba, majd szólt a segédhajtónak, hogy szóljon a kocsisnak. A kocsis, a mi egyetlen kocsisunk, hűséges kocsisunk, drága kocsisunk, kivett az istállóba, és befogta a lovakat. Többiek le, itt iszol. Nem kell meginni mind, elég csak kicsit inni. Kicsit inni áramika. Jó, le a porra, mellé majd a következőnek jó lesz. Tehát a kocsis befogta a lovakat, a kocsi, hoppá, kocsis iszik. Hát azért, de a kocsi. Csüss le. Nem kell így megint, jó? Tehát a kocsi elé. Nagyon jó, csüss le. Miután a kocsis? A mi egyetlen kocsisok. Hűséges kocsisok. Drága kocsisok. A király és a királyné egyetlen kocsisok. Befogta a lovakat a kocsi elé, szólt a segédhajtónak, hogy nézze meg a jobb hátsó kereket. Azért a segédhajtó megnézte a pótkereket is. Azzal is minden rendben volt, majd a bal hátsó kereket is, a jobb első kereket és a bal első kereket is. Majd szólt a királynak, hogy szólt a királynak és a királynénak, hogy a hintó nagyon jó, készen áll az útra. A kocsis, a kocsisunk a fals, tehát a kocsis a lovak közé csapott. Csüss le! A lovak elindultak. A kocsi utánuk. A segédhajtó, hát ettől gyorsabban azért, elkezdett pattogni a bakon. Majd szólt a kocsisnak, hogy nagyon rázós az út. Erre a kocsis megfogta a gyeplőt, és megfékezte a lovakat. De a jobb első ló, igen, csüss le. Szóval ő volt a jobb első, itt isznak, mert bal volt. Nem, ők még álltak, de ő leült és felállt. De nem baj, Szabi is iszik. Nem kell itt meginni. A fiba, akkor ők. Így van. De a kocsis megfogta a lovakat, A kocsi befékezett. A pótkerék leesett a kocsiról. Hát az a három, hátulról a három, az nagyon beragad. Olajosni kell a kerekeket, úgy látom. De kocsi nem vagyok. Nem muszáj mind meginni. Nagyon jó. Miután a segédhajtó megnézte a hátsó két kereket, és a pótkereket is megalajozta, szólt a kocsisnak, hogy most már lassan félúton vagyunk. Most egy kis pihenőt tartunk, szeretném kérni Annát, hogy hozza ide a másik tálcát,
hiszen az ifjú pár szeretne egy kis meglepetéssel szolgálni a játékosok részére. Egy külön erre az alkalomra kikészített ital, arra kérek mindenkit, hogy vegyen ebből egyet. Ez egy olasz ital, citrom alapú, elmondom. Limoncello, igen. Limoncello. Nincs benne tej a nyugi. Tehát az lenne a kérés, hogy egyszerre, majd egyszerre, háromra, igya meg mindenki az ifjú pár egészségére. Jó? A lovak is várja, ne siessék! Ne siessék! Akkor 1, 2, 3, él az ifjú pár! Él az ifjú pár! Hát ez volt a józanító a játékban, mert még a felháza van. Ez eredeti citromlé volt. 100% citrom. Elmondanám, hogy ez az alkohol szintet nem fogja húzni, úgyhogy mindentől kezdve tovább fogják vinni a játékosok. Így van. Tehát a mi drága kocsisunk, hűséges kocsisunk, a király és a királyné egyetlen kocsisa, így van, a lovak közé csapott, a Hinto elindult. Hoppá, lovak! Hát a baloldali lovak beragadtak, de nagyon. Szerintem mi? Elő a baloldaliak. Csak kicsit. Jó, ha megvan, akkor picit, persze. Csak picit, jó? Aztán csüss le. A segédhajtó elúgyja magát a hakon, ezért szólt a kocsisnak. Az ő egyetlen kocsisának. Drága kocsisának. Hűséges kocsisának. A király és a királyné egyetlen kocsisának. A király és a királyné. Nem, a király és a királyné egyetlen kocsisának, hogy ellenőrizze a kerekeket, mert mintha a kocsival gond lenne, a jobb első kerék és a bal első kerék is, mintha nehezebben fordult volna, de szólt a segédhajtónak, hogy nézze meg a jobb első lovakat. Jó. Majd a bal oldali lovakat is megnéztek. Így van. A jobb hátsó kereket is megnéztek. A bal hátsó kereket is. Hát, ha már ott volt a pótkerékre is, ránézett és szépen megsímogat. Megolajozta. Miután a segédhajtó minden rendben talált, a kocsis egyetlen segédhajtója, hűséges segédhajtója, gyönyörűséges segédhajtója. Szólt a királynénak. És a királynak, hogy minden rendben van a kocsival. A lovak, a kocsi, a hintó, a segédhajtó, a kocsis, a király és a királyné. Azt nem tudom, hogy mit ugrálnak itt össze-vissza, mert ha kérnének, így anélkül is kapnának. Na hát, kedves vendégek! Folytathatnánk ezt a játékot akár reggelig is, de nem az a szándékunk, hanem az, hogy jó kedvre derítsük önöket a következő tártos mulatsághoz, ami hajnalig vagy reggelig fog tartani. Én szeretném megköszönni a kedves játékosoknak, hogy részt vettek ebben a játékban. Arra kérnélek benneteket, hogy köszönjétek meg nekik, hogy aláírásukkal hitelesítették a ti házasságkötéseteket, két puszival és a karszalag bevételével felmentve őket a szolgálatok alól. Innentől kezdve jó szórakozás, jó változás kívánva neki.
egy tapsot megérdemelnek természetesen. Nyugodtan adjátok egyik emlékbe, ami még megmaradt előle. Hát sok volt meg. Nagyon jó. És kedves vendégek, ha már lászlagyok nincsenek, innentől kezdve vőfélyre sincs szükség, ezért arra kérlek benneteket, hogy engem is pofozzatok, vagy fokozzatok, ahogy gondoljátok. Mivel a magyar hangod én voltam, Pisti, a mai napon, ezért arra kérlek... Szólni. Szeretném megköszönni a kedves vendégeknek, hogy elviseltek tegnap és ma, részt vettek a játékokban, a szakácsoknak a finom vacsorát, a felszolgálóknak a serény munkát, a koktél együttesnek a jó kis talpalávalót, a fotósunknak, a videósunknak, Abrásnak és Gábornak, majd a végeredményt, ami készül ebből a kis magziból, és legfőképp nektek, kedves ifjú pár, mert ha ti nem lennétek, mi nem lehetnénk itt. Él az ifjú pár! És mindenkinek további jó szórakozás! Szóljon hát a zene, induljon a tánc! Húzz rá!